Kedvenc védőnőiket jelölhetik az anyukák a Magyar Védőnők Egyesülete és az egyik babaápoló krém által meghirdetett internetes pályázaton. Pap Katalin, a paksi területi védőnő immár másodszor indul a megmérettetésen, az elismerés egyébként 2 évtizedes múltra tekint vissza. A legnagyobb szavazatszámmal rendelkező fogja ezt a díjat megkapni. Hát nem törvényszerű, hogy ez képviseli azt, hogy ki hogy dolgozik, de hát azért az is megtisztelő, én azt gondolom, hogyha az ember ide bejut, főleg ha egy anyukának a javaslatára vagy az ő meglátása alapján. Népszerűségének titkát ebben látja. Én szeretem ezt a munkát, és valószínű, hogy ez talán én azt gondolom lejön az én életem során, meg a mindennapjaim során. Nagyon szeretem a gyerekeket. Szeretek velük foglalkozni, meghallgatom a szülőket, próbálok nekik segíteni a mindennapi apró dolgoktól kezdve esetleg a nagyobb horderei dolgokba, meg nyomon követem őket, figyelem őket, és amikor elmennek iskolába, ugye akkor engedem el őket az iskolavédőnő karjai között. A szakember gondozott olyan várandós anyukát, akinek újszülött korában is a védőnője volt. 22 éve ez a hivatása, néha eszébe jutott, hogy vált. Valahogy az élet mindig visszaterel ide, mert hogy hát az egyedül neveltem 2 gyereket, csak ezért jutott eszembe, hogy valami mással is lehetne foglalkozni, de egyébként nem, tehát mindig megmutatja az élet, hogy nekem ez a területem, és nekem ezt kell csinálni. Gyalog, kerékpárral vagy busszal közlekedik Katalin, Dunakömlődön is járja hosszú utcákat. A fiatal édesanyja, Juráncsikné Simon Diana már várta őt a soros család látogatásra, az utcaajtót is nyitva hagyta. Én azért szeretem a Katit, mert akárhányszor felhívom, az legyen éjszaka, napközben. Mindenre a segítségünkben van, mindent meg tudunk oldani, és nagyon imádjuk. A kislány is nagyon szereti, a férjem is, nagyon jó kapcsolatban vagyunk szerintem. A 2,5 éves Jászmin Adél láthatóan jól ismeri a vendéget, aki váratlan helyzetekben is segített az ő szüleinek. Amikor megszületett, egy kicsit így röfögött, vagy hát úgy nevetett, és akkor megijedtem nagyon, aztán a Kati mondta, hogy semmi probléma el fog múlni, de hát ugye mi nagyon aggódtuk, mert nem tudtuk, hogy hát mi történhetett, vagy hogy van ez, miért. A szavazás még tart, egészen május 31-ig lehet voksolni az év védőnőjére.